Mindenek előtt nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot, és nagyon köszönjük a meghívást és azt a lehetőséget, hogy röviden beszámolhatunk erről a fejlesztésről. Az MTA Stakiban, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnika és Automatizálási Kutatóintézetében történt ez a fejlesztés. Szeretném megegyezni, hogy ezek nagyméretű európai uniós és hazai pályázatok keretében készült el. Más egyetemek is részt vettek Európán belül, de ugyanúgy japán egyetemi szakmai hozzájárulást is kaptunk, és Magyarországon is több egyetemre kiterjed ennek a fejlesztése. Nem csak azért terjed ki több egyetemre a fejlesztése, mert olyan bonyolult lenne, hanem pontosan azért, mert ennek a célja az, hogy több egyetem akár különböző országokból, különböző kontinensekről, egyetemekről együtt tudjon dolgozni. Tehát a legfontosabb, és ezért örülök, hogy egy ilyen rendezvényen mondhatjuk el, mert a legfontosabb ebbe az, hogy innovációt tudjunk végrehajtani, a legfontosabb az, hogy különböző eredményeket, különböző már implementált eredményeket mi összetudjunk kapcsolni, és ebből újat és újat tudjunk létrehozni. Kicsit úgy tekintsünk a dolgokra, mint a gyermekek, amikor a kezükbe kapják a Lego kockákat, a Lego kockák készen vannak, és ők hihetetlen kreativitással építkeznek. Mi a különböző intézetek eredményeit Lego kockáknak tekintjük, ezeket engedjük meg, hogy össze lehessen kötni, és ebből új eredményeket lehessen építeni. Hát körülbelül ez a három pont jellemzi ezt, tehát kiterjesztett távoli együttműködésre van lehetőségünk, plug and play tudás, tehát a tudás lehető legegyszerűbb összeillesztése, és hát egy kicsit a felkészülés a jövő technológiára, remélem, hogy erről is tudok majd pár szót mondani. Tehát képzeljük el azt a pillanatot, amikor a világ különböző részén találtak ki, implementáltak tudományos eredményeket. A mi célunk az, hogy például Amerikában van egy robot, valahol Ázsiában van egy hegesztőgép, mi itt vagyunk Európán belül, mondjuk Magyarországon, és megtehessük azt, hogy ezeket a robotokat, vagy ezeknek a tudását valahogy összetegyük, és egy virtuális téren keresztül irányítjuk. Az MTA Stakiban van egy emberméretű virtuális térgenerátor, ebbe be lehet menni, ott körbe lehet járni a tárgyakat, és ezen keresztül egész jól lehet ilyen hálózatokat irányítani, de szeretném megjegyezni, hogy ez direkt úgy készült el, hogy akárki otthon a laptopjáról is hozzáférjen ezekhez a tudásokhoz, otthonról is képes legyen interneten keresztül távoli intézeteknek a legmodernebb tudását, képességeit összeilleszteni, és például ez egy gimnázium számára is érdekes lehet, hogyha Magyarországon a fiatal kutatókat, a gimnáziumokat, egyetemeket ugyanígy összekedjük, a diákok kezébe adhatjuk ezt a lehetőségeket. Tudjuk, hogy ők a kreativitás csúcsán vannak még. Hogyan néz ki ez? Alapvetően úgy indul, engedjék meg, hogy inkább csak a használatát mondjam el röviden. Mindenki ismeri a Skype-ot, ez hasonlóképpen megnyitható egy weboldal, mint hogyha Skype-ot használnánk, azzal a különbséggel, hogy nem a barátaink jelennek meg itt. Ez itt most nem nagyon látszik a vetítő miatt, de ez be lesz mutatva lent a teremben. Itt partnerek jelennek meg. Ezek igazából nem emberek, nem személy, most még, hanem tudások, beszédközpontok, akadálykerülő központok, igazi robotok, virtuális robotok, kamerák, virtuális tudások, valós tudások, mindenféle komponensek. Ez pedig egy kezelő képes lesz ezeket a komponenseket egy ilyen felületre áttenni, és nem tudom mennyire látszik, de ezek össze vannak kötözgetve, összekötözgetheti őket. Ezek a tudások különböző egyetemek által elkészített, implementált dolgok. Összeköti az illető, és 30-40 másodperc alatt ez a világháló fölépül, kezébe kerül ez a tudás, és ő közvetlenül irányíthatja. Itt látható is, hogy egy illető áll egy virtuális térben, előtte a virtuális robot, és mögötte az igazi robot, mondjuk egy másik intézetben, és beszél ehhez a robothoz, és ez a robot már is dolgozik, és amit kér tőle, végrehajtja a valóságban is.
Mindig szoktam, itt látható az igazi robot, mindig szoktam kapni a kérdést rögtön, hogy na de mi értelme van ennek, vagy hogy lesz ez, vagy mit tudunk most mi ezzel tenni. Itt egy másik alkalmazás például, hogy egy fiún van egy ilyen mozgásérzékelő ruha, itt különböző komponensek, valódi robot, virtuális robot, mozgásérzékelő ruha, beszédközpont, stb. Ezek is különböző intézetek eredményei, össze lehet ezen a platformon kötni, és egy pillanatok alatt, ahogy ő mozog, ez a NAO robot is rögtön mellette mozogni fog. Ha ő Norvégiában van, és ez a NAO robot Szlovákiában, mert ott is vannak ilyen partnereink, akkor abban a pillanatban Norvégiából fogja ezt a NAO robotot teljesen jól irányítani. Ezt is bemutatjuk majd a teremben. Tehát ugye föl szokott merülni, hogy most mit tegyek én ezzel, hát mit tehetünk egy ilyen irány, miért jó ez nekem? Azért, még egyszer mondom, mert ezek, ahogy láthatók, ezek a zöld kis dobozok, ezek a Lego kockák. Tegyük föl, hogy valaki porszívót készít, és ma már nagyon jó porszívók vannak, körbe tudja járni a szobát, kikerüli az asztalokat, porszívódik. Ez egy kis és középvállalat, ő azt szeretné, hogy fejleszt. Mit szeretne fejleszteni? Tegyünk bele egy kis intelligenciát, tegyünk bele egy beszédközpontot. Jó. Hogyan teszünk egy beszédközpontot? Felveszünk egy-két informatikust, eltöltünk másfél évet, letöltünk nem tudom hány száz tudományos cikket, valahogy megértjük, valahogy implementáljuk. Talán valami sikerül belőle, nem biztos, hogy a legjobb, de valami sikerül, és a végén rájövünk, hogy lehet, hogy nem is kellett volna, de eltöltöttünk másfél-két évet és rengeteg pénzt. Mi a különbség itt? A különbség itt, hogyha az a porszívó ugyanígy fönt van a lehetőségek között, akkor a fejlesztő, az a kis és középvállalat, aki föl szeretné készíteni a porszívóját beszédközponttal, hogy a következő vevő csak annyit mondjon, hogy menj át a konyhába takarítani, mert most itt vendégek jöttek, vagy ilyen intelligenciát szeretne beletenni, akkor nagyon egyszerű dolga van idézőjelbe. Ezen a platformon fogja, és a Írországban kifejlesztett beszédközpontot egyszerűen összeköti az ő porszívójával. Szeretne rátenni kamerákat? Szeretne rátenni másmilyen tudást is? Nagyon egyszerű, ha ilyen tudás létezik ezen a platformon, akkor azt is hozzá kötheti az ő porszívójához, és mindjárt ki is próbálhatja. Kipróbálhatja csak virtuális térben, amikor még nem kerül pénzbe megépíteni, és még néz, hogy tudja ez a porszívó, működik-e, beszél hozzá, megnézi. Hogyha még tovább lépünk, akkor meg is építi. És hogyha teljesen jól bevált, akkor ezeket a tudásokat vagy megveszi, vagy más úton, módon utána ténylegesen nekiáll implementálni. De mindenek előtt, mielőtt igazán eltöltött volna vele, nagyon sokat investált volna vele, sok időt töltött volna vele, itt az intézetek, tudományos intézeteknek a legmodernebb tudását elérheti. Ezzel próbálunk választ adni arra az örökké felmerülő problémára, hogy miért van az, nagyon sok pályázati pénzt adnak az országok, az Európai Unió, tehát miért van az, vagy hogyan hidaljuk át azt a problémát, hogy valamit kitalál a tudós, aztán az ott van a tudományos intézetben, már elkészült, és mi lesz az a pillanat, amikor ezt egy vállalat, egy cég alkalmazni tudja. Ezt hívják tudástranszfernek. Ez egy örök probléma, rengeteg költséget emész föl, rengeteg időt, mire eljut egyik részről a másikra. Ezzel pont azt próbáltuk megoldani, hogy a számára ezek elérhetőek legyenek, megtehessék, eszközeikbe beépítsék és alkalmazzák. Jó, hát köszönöm szépen a figyelmet. Én egy kis videót akartam még mutatni, de szerintem... Ha 10 perc a szigorú, akkor szigorú. Még azt szeretném megjegyezni, hogy például ugye itt ez a hát most nem tudom, autó, bicikli, vagy napeleme. Panorider. Oké. De itt van ez a Panorider. Például itt is nagyon sok mindent, hogyha ez fönt van. Az, hogy mások is elérjék egy ilyen Panoridernek a platformját, vagy erre különböző fejlesztéseket lehessen tenni, például ahogy megy, rögtön térképet is készítsen, nagyon sok minden olyan van, ami ezen a platformon esetleg tudásra tehető, vagy ez a bici Panorider föltehető a platformra, és egyetemisták számára elérhető, hogy ráfejlesztenek. Nagyon jól tudjuk, még egy akkor mondatot csak,
Például ismeri mindenki az iPhone és Android technikákat, hogy maga az iPhone egy nagyon jó hardware, de önmagában nem ér semmit. Abban a pillanatban van az ereje, hogy van egy applikációs, egy alkalmazási tár, és erre az alkalmazási tárra a fiatal egyetemisták és középiskolásoktól kezdve egészen komoly intézetek fejlesztenek, hihetetlen mennyiségű alkalmazás van, ez bárki az iPhone-ján vagy Android-ján keresztül elérheti, és ettől van kezébe a világ és az erő. Ez pontosan ugyanezt teszi meg, csak nem telefonra, hanem ilyen értelemben tudásra és bármilyen eszközre, hogyha a kezünkben van. Amit fognak látni a bemutatón, az pedig humanoid robotot fogunk pillanatok alatt összekapcsolni, meg ipari robotokat. Mondjuk internet nincsen, ezért lokálisan fog futni, de virtuálisan megtekinthetik, és ott fog mozogni, és a fiatal gyerekek számára érdekes lehet, hogy ezt a humanoid robotot majd irányítani tudják a testükkel pillanatok alatt. Jó, köszönöm szépen!